Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a fogadóra nézőit. A mai adásban infokommunikációról lesz szó. Köszöntöm stúdiónkban dr. Nyitrai Zsolt, infokommunikációért felelős államtitkárt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm az EGRI Városi Televízió nézőit. És ugye a titulusokhoz tegyük még hozzá az Európai Távközlési Miniszterek Tanácsának elnöki tisztét, és ez ugye most egy időszakra szól. Ebben a magyar EU-s elnökség alatt. Igen, igen, ez tulajdonképpen a mai beszélgetésünknek az egyik fő témája. Hogyan sikerült átvenni ezeket az ügyeket, hogyan történt maga ez az egész dolog? Ugye működik az államtitkárság, és most plusz egy fél évre rendkívül sok többlet feladatot kaptak. Hogyan készítették elő ezt? Már a tavalyi év utolsó hónapjában elkezdődött egy nagyon komoly fölkészülés ugye hazánk Európai Uniós elnökségére, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtására. Ez abból állt nálam is egyébként, hogy megkerestük elsősorban a belga kollégákat, akik akkor elnököltek, hogy mik azok az ügyek, mik azok a törvényhozási dossziék, amelyek majd át fognak kerülni hozzánk a magyar elnökség ideje alatt, de természetesen több nemzetnek a képviselőivel, több nemzetnek a szakpolitikusaival folytattunk egyeztetéseket, és ilyen módon jött el január 1-je, ugye hivatalosan január 6-a, amikor is átvettük a belgáktól a stafétabotot, és onnantól számítva hazánk az Európai Unió tanácsának soros elnöke 6 hónapig. És hogy egy kicsit majdnem a végére menjek, a következő elnökséget adó lengyelek érdeklődnek már, vagy ők elkezdték már az előkészítő munkálatokat? Hát jelen pillanatban még ez a kapcsolatfelvétel, illetve ennek az intenzitása, ez nem olyan magas. Én ezt egyébként kiindulva saját példánkból, hogy mi mikor kezdtük el megkeresni a belgákat, nagyjából olyan április végére teszem, de természetesen azért a szakpolitikai kérdésekben mindenkivel folyamatos a kapcsolat. Mi zajlik ebben az elnökségi időszakban az infokommunikáció területe? Mik a leghangsúlyosabb területek, amikben le tudnak zárni fejezeteket, vagy amit elő tudnak készíteni, és ami, uram, bocsánat, mondjuk a hétköznapi embernek is érinti az életét, hiszen egy picit elsőre ez az infokommunikáció egy picit talán távolabbi területnek tűnik a hétköznapi élettől. Hát én pedig azt gondolom, hogy ez már egészen közeli, hiszen az informatika, az internet, a mobiltelefonok azok teljesen velünk élő dolgok, átszövik a hétköznapjainkat. Ezért az ezzel kapcsolatos kérdések is kiemelten fontosak. Nekem két törvényhozási dossziém van, amit ugye a Európai Távközlési Miniszterek Tanácsának elnökeként vinnem kell a konszenzus irányába a magyar elnökség alatt. Az egyik az a rádióspektrum politikai program, ami igazából Európa új frekvencia stratégiája. És miért fontos ez a frekvencia stratégia? Azért, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke Barack Obama ugye 3 héttel ezelőtt mutatta be az Egyesült Államoknak az ezzel kapcsolatos tervét, a szélessávú fejlesztési koncepción. Európa sem maradhat le természetesen. Az én értelmezésemben ez az új stratégia azt jelenti, hogyha ezt sikerül konszenzussal elfogadni az európai nemzeteknek, akkor meg tudjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy Európa versenyképes legyen, vagy versenyképes maradjon. Nagyon sokat el tudunk érni a munkahelyteremtés területén, és a kreatív iparágakat is tudjuk fejleszteni. Arról szól ez a stratégia, hogy a vezeték nélküli szélessávú technológiák, azok hogyan tudnak eljutni azon területekre is, ahol jelen pillanatban nincsenek. És ez egy fontos előlépés lesz. Nehéz kérdés, de fontos előlépés lesz, hogyha ebben előre tudunk jutni. A másik törvényhozási dosszié az egy európai hálózat és információbiztonsági ügynökség hivatalnak a továbbéléséről szól. Ugye sokan emlékeznek talán a tévénézők közül is arra, hogy 2007-ben Észtországot egy kibertámadás érte. Ugye Észtország elég erősen elektronizált ország a tekintetben, hogy nagyon sok ügyintézés ott online történik, és egy terheléses támadást indítottak Észtországgal, napokra megbénult, és ez a támadás ez megmutatta, hogy ezen a területen, ami egyre inkább átszövi az életünket, még valójában nagyon-nagyon sebezhetőek vagyunk, és föl kell készülni az ezzel kapcsolatos esetleges ilyen negatív kérdésekre, de azt is példaként tudom említeni, hogy egy héttel ezelőtt az egyik nagyon népszerű online e-mail adatbázissal kapcsolatban történt egy olyan baleset, hogy több mint 150 ezer felhasználó e-mailje, levelezése az interneten vezetett programja, a naptárja tűnt el. Szóval ezekre a kérdésekre mind-mind fel kell készülni. Erről ez a két törvényhozási dosszié, és ebben én nagyon komoly előrelépést kívánok elérni a magyar elnökség alatt.
Elképzelhető, hogy a két ügy közül valamelyiknek akár sikerül úgymond a végére is járni, vagy ez azért illúzió? Én optimista vagyok, természetesen, mint mindig. Azt gondolom, hogy az információbiztonság ügyében ott azt a fajta létbizonytalanságot, ami most van a hivatalnak a jövőjével kapcsolatban, azt le tudjuk zárni, tehát egy megnyugtató választ tudunk erre adni a magyar elnökség alatt. Ami pedig a frekvencia stratégiát illeti, én ott abban bízom, hogy a lehető legközelebb tudjuk ezt vinni a konszenzushoz. Egyébként, ha valamit megtanultam az elmúlt hónapokban itt az európai politika szinterén, az akkor mindenképpen a konszenzus keresés. És ezt hát a magyar politikában és a magyar politikus társaimnak is ajánlom, nem azt nézik az Európai Unióban, hogy mit, hogy nem lehet megoldani vagy elérni, hanem hogy hogyan tudunk közösen menni a megoldás irányába. A frekvencia stratégia kapcsán mik a nyitott kérdések, vagy milyen irányok vannak? Tehát technológiai, pénzügyi, vagy milyen területeken vannak úgymond vitás fórumok? Mindegyik együtt. Azért nehéz és falsős ez a kérdés, mert mindegyik ország a saját frekvencia készletére, a frekvencia állományára úgy tekint, mint nemzeti értékre, és lehetőség szerint az Európai Unió minél kevesebbet szóljon bele ebbe a kérdéskörbe. Mégis fontos, hogy egy európai szintű ernyőt tegyünk erre, mert ugye a frekvenciák például nem nagyon tisztelik a határokat, össze-vissza mennek, mozognak, zavarják a másikat, tehát itt az országoknak, nemzeteknek az együttműködésére van szükség, és hogyha létezik, nyilvánvalóan az önálló értékek megtartása mellett egy egységes európai frekvencia stratégia, akkor ahogy említettem, a versenyképesség, a kreatív iparágak fejlesztése és a munkahelyteremtés irányában nagyon komoly lépéseket tudunk tenni. Említette, hogy hasznos tapasztalatokkal szolgált uniós politika, uniós eljárások szintjén is ez az időszak. Gyakran éri az a kritika és az a vád az Európai Uniós intézményrendszert, hogy túl bonyolult, túlságosan összetett, és hát nyilván ebben lehet, hogy van is valami. Ezt hogyan tapasztalják a szakterületükön, vagy egyetérte egyáltalán ezzel, hogy ez túlságosan összetett? Ugye három főszereplő van az európai politika szinterén. Van egyrészt az Európai Parlament, ahol ugye Magyarország, mi is küldünk képviselőket, ott a magyar parlamenthez hasonlóan ott ülnek, szavaznak, megvitatják a különböző előterjesztéseket. Másik fontos szereplő a bizottság, ugye ez, amit Barroso elnök úr vezet, szintén nagyon fontos döntéshozó szerv, és a harmadik főszereplő az pedig a tanács, ugye jelen esetben ezt elnököljük mi magyarok ebben a hat hónapban. Tehát a történet az három szereplő, és ezen három szereplő között kell mindig összehozni a közös döntéseket és a konszenzust. Egyébként a fölvetésére azt tudom válaszolni, hogy mennyire adott esetben keszekusza az Európai Uniónak az intézményrendszere, nagyon sok képviselő van, nagyon sok hivatalnokot foglalkoztatnak. Luxemburg egykori miniszterelnökének van erre egy nagyon találó és elgondolkodtató mondása. Ő azt válaszolt egy hasonló kérdésre, hogy aki azon gondolkozik, hogy mennyire drága az Európai Unió intézményrendszerének a fönntartása, milyen sok képviselő van, mennyi embert és hivatalnokot kell fizetnünk, aki ezen gondolkozik, az nézegesse a második világháborús katonasírokat, és gondolkodjon utána egy kicsit tovább, mert sajnos voltak Európában és a világban olyan pontok, olyan évek, amikor a nemzetek nem a konszenzusra törekedtek, nem az volt a főszabály, hogy egy parlamentben vagy egy bizottságban vitatkoznak egymással, hanem háborús helyzetek alakultak ki, és ez elég szomorú volt abban az időben. Mennyire kötődnek ezekhez a munkához úgymond protokolláris, a Magyarországot esetleg bemutató rendezvények az elnökséghez és az infokommunikációs területhez kapcsolódva? Nyilván nem csak a szoros szakmai munka zajlik, hanem ennek van egy úgymond emberi része is. Erről mit szabad tudni? A magyar EU-s elnökség alatt Magyarországon közel 300 rendezvényt bonyolítunk le. Az én ágazatomnak is lesz egy kiemelt miniszteri szintű rendezvény egyébként majd április közepén, és természetesen nagyon sok olyan rendezvényes esemény van, ami Brüsszelben történik, vagy valamelyik uniós tagországban, ugye nekünk ilyenkor elég sokat kell utazni. Érdekes tapasztalás és érdekes iskola ez a számomra, hiszen korábban én nem foglalkoztam a politikában ilyen jellegű diplomáciai, külügyi kérdésekkel, de hát elég sokat tanulok nap, mint nap, és azért érdekes dolog, sőt, néha azért történnek olyan
szívdobbantó, lélekboldogító dolgok, mint például, amikor volt egy együttes ülése az Európai Bizottságnak és a magyar kormánynak Brüsszelben, azt követte egy ebéd, amely ebédekkor egyébként mindig van egy téma, amit megbeszélnek az ott résztvevő miniszterek, illetve a bizottságnak a képviselői. Amit említek, ezt az ebédet, ezt Barroso elnök úr elnökölte, vezette, és eléggé hazafias és lokálpatrióta érzés volt az, amikor az ebédhez behoztak egy palack egribort, vagy több palack egribort ott Brüsszelben, azért az egy nagyon jó érzés és élmény volt. Tehát akkor ezeket a területeket nem lehet és nem is szabad szétválasztani. Kanyarodjunk vissza még egy picit a frekvencia, stratégia kérdéséhez, és ahhoz, hogy finanszírozásban itt milyen lehetőségek vannak, milyen lehetőségek lesznek. Történtek-e azzal kapcsolatban felmérések, tanulmányok, hogy mibe kerülne egyik-másik modellt megvalósítani, és hogy a tagállamok egyetem mennyire felkészültek erre, vagy még nem ebben a stádiumban tartunk? A tagállamok felkészültek, sőt, gerjeszteni is akarják azt a folyamatot, hogy minél több frekvencia szabaduljon föl, amit ugye a széles sávra lehet majd igénybe venni. A magyar kormány a napokban készítette el a szélessávú infrastruktúra fejlesztési koncepcióját. Erre egyébként mi több mint 20 milliárd forintot fogunk ráfordítani az elkövetkező években. Célunk az, hogy 2013-ig megvalósuljon Magyarországon is a 100%-os szélessávú lefedettség, tehát éljen a polgár bármelyik szegletében az országnak, megvan a lehetősége, hogy a szélessávú technológiákat, az internet adta lehetőséget megfelelő minőségben igénybe tudja venni. Ezzel kapcsolatban mi pályázatot fogunk írni, és a vállalkozások bevonásával kívánja ezt majd az állam megvalósítani, ahogy említettem, 2013 év végéig, ami egyébként teljes összhangban van az európai digitális menetrenddel. A járulékos hatásokkal foglalkoztak-e, foglalkoznak-e, mondjuk ez nyilván nagyon sok mindenkinek az életét fogja befolyásolni, akár a vállalkozásoktól kezdve, de mondjuk akár egy helyi tévének is az életét, sorsát, hiszen egy egészen másfajta, egy átrendeződött piacon kell nyilván valamilyen módon helytállni. Így van, igen, ez a piac egyértelműen változik, ugye az online nagyon erősödik, átalakulnak az újságolvasási, a televíziónézési szokások világszerte, amit egy érdekes kihívás és feladat lesz, az a digitális átállás, amit ugye szintén a következő időszakban kell majd megvalósulni, és a digitális átállás kapcsán is felszabadulnak, lesznek majd szabad frekvenciák, ezeknek a jövőjéről is megy a diskurzus az európai közösségben. Milyen erővonalak vannak itt a vitánál, hogyha már a vitánál tartunk? Vannak-e úgymond ilyen nemzeti szerveződések, mondjuk, hogy két ország hasonlóképpen gondolkodik, két nemzet, és mondjuk ők ütköznek valakivel, vagy ezt a vitát teljesen másképp kell elképzelni? Nyilván a nagy országoknak nagy súlyuk van, gondolok itt Franciaországra, Németországból, nekik az Európai Parlamentben is jóval több képviselőjük van. Magyarországnak azt gondolom, hogy szintén van komoly súlya az Európai Unióban, de nyilván nekünk szövetségeseket kell keresni ahhoz, hogy a mi álláspontunk az érvényesülni tudjon. Ami még fontos tanulás és tapasztalás volt nekem az elmúlt hónapokban az, hogy legyen szó a legkomolyabb, legfajsúlyosabb kérdésekről, mondjuk egy tanácsi ülésen. A nemzetek képviselőinek, a minisztereknek 3 percben tudni kell összefoglalni a véleményüket. Például a frekvencia stratégia kérdéskörében megy az óra, ketyegnek a másodpercek, percek, és bele kell, hogy férjem 3 percben az adott miniszter, különben már ott elkezdődik a mozgolódás. Ez általában szokták is tartani, szerintem nekünk a magyar politikában, a magyar közéletben szintén nagyon fontos lenne megtudni, hogy az ember röviden és lényegre törően össze tudja foglalni a mondandóját. Nyilván erre azért tudott sor kerülni, mert a háttérben a szakértők és a különböző munkacsoportok nagyon komoly munkát végeznek, csinálják a különböző szövegeket, tehát oda már egy letisztult verzió érkezik meg, de hát azért kicsit, hogyha osztunk és szorzunk, és megnézzük, hogy mondjuk 3 percszer 27 az mit jelent, tehát így is azért az ülések eléggé hosszúak, mindenképpen szükség volt arra, hogy ennyiben bekorlátozzák a véleményeknek, a hozzászólásunknak az időtartamát. És akkor most, ha nem is 3 percben, de hogyan lehetne felvázolni azt a fajta megoldást, ami mondjuk Magyarország számára a legkedvezőbb lenne a stratégia területén? Hogy néz ki az a modell egy kicsit közérthetőbb nyelvre fordítva?
Ugye mi a kormányváltás után elkezdtünk egy nagyon komoly munkát, amit úgy hívunk, hogy hálózatkonszolidáció. Magyarországon jelen pillanatban is léteznek különböző állami vagy állami cégek által birtokolt és kiépített hálózatok, ezeket valamilyen formában mindenképpen össze kell hangolni, és ezeket erősíteni kell. Amit pedig még hozzá fogunk tenni ez, mint egy második lábként, az pedig egy olyan pályázati rendszernek a kialakítása, ennek a keretösszege egyébként 12 milliárd forint lesz, még a másik megerősítése lesz a 10 milliárd forintos keretösszeg, az egyébként Európai Uniós forrásból fog megvalósulni, még a másik az egy pályázati rendszer lesz, a vállalkozások bevonásával keressük majd mindegyik területen a helyes megoldást, hogy ott épp melyik technika, melyik technológia az, amelyik a legjobban tudja szolgálni a polgároknak az érdekeit. Ez a fajta modell mennyire van, milyen távolságban van most a jelen tárgyalási szakasztól, mennyire reális, hogy ez így megvalósulhat ebben a formában? Ez egy magyar modell, ez egy magyar elképzelés, ezzel kapcsolatos kormányzati döntés, a koncepció elfogadása gyakorlatilag megtörtént, tehát még ebben az esztendőben a végrehajtás szakaszába lép ez a koncepció. Most ugye az uniós elnökségről beszélgetünk jó ideje. A úgymond hazai hétköznapi dolgok, amik egy infokommunikációs államtitkárságnak a dolga, azok ilyenkor egy picit háttérbe szorulnak, vagy pedig hát annak is mennie kell a maga útján? Nem szorulhatnak háttérbe, ugyanúgy teljes erőbedobással kell vinni a másik feladatot is, tehát a fő feladatot, ugye, ami az infokommunikációs államtitkárság. Én azért igyekszem az időmet észszerűen beosztani. Tehát, hogyha mondjuk van programom Brüsszelben az Európai Uniós elnökséggel kapcsolatban, akkor általában a reggeli 6-20-as repülőgéppel elindulok, akkor elrepülök Brüsszelbe. Ott már 9 órakor meg tudok kezdeni egy tárgyalást, nagyon-nagyon tele sűrítem a napot programokkal, és az esti 8-20-as géppel visszarepülök, tehát 11-kor már itthon is vagyok, és előtte-utána abszolút lehet a magyar kormányzati ügyekkel foglalkozni. Azért tartom egyébként fontosnak ezt az energia befektetést és ezt a munkát, mert nagyon komoly kapcsolatokat lehet kialakítani nemzetközi szinten. Nyilván szakmailag is ez egy komoly kihívás, és ugye a következő fél évben majd a lengyel elnökség alatt, amikor már nem a tanácsot képviseljük, hanem hazánkat, Magyarországot, akkor ezen kapcsolatrendszert és megszerzett tudást remélhetőleg föl tudjuk használni, hogy magyarként lobbizzunk, a magyar sikereket lobbizzunk, amit ugye most kevés bítunk tenni, hiszen pártatlanul kell képviselnünk az Európai Unió tanácsán. Tehát nyilvánvalóan akkor növekszik a magyar ügyek súlya, mind az infokommunikáció, mind a több más területen is. Mit kell akkor majd a lengyel elnökség alatt elérni vajon? Lehet-e már tudni, hogy ott milyen témák, milyen dossziék lesznek majd az asztalukon? Nyilván ez attól is függ, hogy mi mennyire leszünk sikeresek, tehát hogyha mi mondjuk le tudjuk zárni a saját dossziéinkat, akkor ők tudnak újabb törvényhozási ügyekkel foglalkozni. Ha mi nem tudjuk lezárni teljesen ezeket a dossziéket, akkor nyilván ők tovább viszik, mint hogy mi is tovább vittük, vagy tovább kaptuk ezt a belga kollégáktól. Tehát az, hogy milyen lesz a lengyel elnökség, az nagymértékben múlik a magyar elnökségnek a sikerén. És akkor a hazai ügyekről még mi az, ami operatíven most zajlik az infokommunikációs államtitkárságon, amik hangsúlyos, fontos ügyek, és nem függnek össze szoros értelemben az Európai Uniós elnökséggel? A legfontosabbnak én az előbb említett széles sávú infrastruktúra fejlesztési koncepciót és annak a megvalósítását tartom. Amire az elmúlt időszakból büszke vagyok, hogy a parlament az 4/5-ös többséggel, tehát az ellenzéknek a támogatásával fogadta el a mi egyik előterjesztésünket, amelyik a nemzeti adatvagyonvédelméről szóló törvény volt, amely megszüntette azt az anomáliát, hogy az elmúlt években, elmúlt esztendőkben az állam és az állampolgárok számára érzékeny és kritikus adatokat kiszerveztek különböző magáncégekhez, és hát ezáltal elég sok közpénzt költöttek el számolatlanul, úgy, hogy ezek a típusú kiszervezések nagyon sokszor akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelentettek. Véget vetettünk tehát ezzel a törvénnyel az úgynevezett biznisz adatkezelésnek, ezeket vissza fogjuk szervezni az állami biztonságos környezetben. Mennyire jellemző egyébként az infokommunikációs témákra
az e fajta széleskörű politikai konszenzus. Ebben azért lehet azt mondani, hogy egység van, vagy pedig azért ez is a magyar parlamentnek a képét tükrözi? Én azt gondolom, hogy az alapkérdésekben mindenképpen egység van. Ezt mutatja az is, hogy amikor öt párti értekezletet hívtam össze például a digitális megújulás cselekvési tervvel kapcsolatban, akkor ott a megjelent pártok részéről, és hát mindenki képviseltette magát, azért nagyon sok biztatást kaptunk, és egyébként ezen a ponton számítottam is az ő szakmai véleményükre, tanácsaikra, vagy építő jellegű kritikáira. Ezek szerint akkor elképzelhető, hogy az említett európai mentalitás azért valamennyire elkezd irányomni a bélyegét a hazai folyamatokra is, vagy ez azért szintén illúzió? Nyilván viták mindig lesznek, és ez így normális, hiszen a demokráciának ez az értelme, hogy különböző álláspontok meg tudjanak jelenni. Én azért lennék boldog, hogyha az infokommunikációban minél szélesebb, az infokommunikáció területén minél szélesebb összefogás alakulnak ki, mert ugyanez Magyarországra is igaz, amit az előbb beszélgetésünk kezdetekor elmondtunk az Európai Unióval kapcsolatban, hogyha ezen a területen nem megyünk előre, akkor végzetesen le fogunk maradni, viszont ha itt jók vagyunk, és a magyar leleményt felhasználjuk Neumann János országában, akkor a versenyképességünk az jelentősen tud javulni. Hogyha mondjuk a nyár közepén, amikor a most már akkor tolmácsolom a meghívást egy ilyen stúdióbeszélgetésre, miről szeretne beszámolni államtitkár úr, mint elvégzett munkáról, mi az, amiről beszeretne számolni, mint eredményről? Az lenne az optimális, hogyha akkor el tudnám mondani mind a két törvényhozási dossziénkről, hogy azt a magyar elnökség alatt a lehető legközelebb vittük az Európai Uniós konszenzushoz. Így legyen, akkor egy nyár közepén ugyanebben a témában fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kedves nézőinknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Maradjanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!